A Mundrut című 1997-ben készült dokumentumfilm vetítésével szombaton a Malom utcai táncházban folytatódott az idén 75. születésnapját ünneplő Albarégia táncegyüttes jubileumi programsorozata. Stanó Hildi rendezésében bemutatták azt a filmet, amely Mátyás István Mundrut a különleges tehetséggel megáldott erdélyi parasztáncos és Martin György néprajzkutató barátságának állít emléket, valamint megismerhettük az erdélyi Magyar Vista falu egykor gazdag tánc életét is. Régi vágyam volt elkészíteni arról a híres magyar vistai táncosról, Mátyás István Mundrucról egy filmet, aki tulajdonképpen az egész néptánc mozgalomnak a példája volt, a táncoló, legényes táncoló férfiaknak, mind ő volt az alap és a biblia. És Martin György, aki őt felgyűjtötte, dr. Martin György táncfolklorista, aki ő vele foglalkozott, mármint Mátyás István Mundruccal, ő és az ő barátságuk volt az, ami tulajdonképpen elindította bennem a gondolatot. A filmbemutatót követte a Szóbeszéd című beszélgetés műsor, amelyben Juhász Zsófia táncegyesület elnöke és Majoros Róbert az együttes művészeti vezetőjének moderálásával egy legendás generáció táncosai, zenészei találkozhattak, hogy kötetlenül visszatekinthessenek, beszélgessenek az együtt megélt csodákról. Az est vendégei ezúttal Török Sándor, Gazdag Béla, Kneifel Imre, Kuruc Pál, Kuruc Zsuzsa és Bécsiné Krémer Ágnes voltak. Gondolat onnan jött, hogy ilyet még nem csináltuk, és hogy próbáljuk ki ezt is, hogy egy picit ilyen sószerűen a 75 évnek az egyik generációját kiválasztva, ez a generáció, ez a 70-es, 80-as évek generációja, ennek a generációnak az ikonikus alakjait, vezetőit, szólótáncosait, olyan alakjait, akik tudjuk, hogy nagyon jó történeteik vannak, őket szólítottuk meg. A táncegyüttes programsorozata természetesen folytatódik, a Malom utcai táncház minden szombaton várja a népi kultúra barátait.